500 csapatból került a legjobb 10 közé az elődöntőből az újhelyi iskola két hetedikesekből álló csapata. Az Erzsébet vetélkedőn elsőként az interneten kellett helytállni. 4 darab internetes forduló volt, és ebben voltak irodalom, történelem, sport és minden egyéb. És először ez alapján azt hittük, hogy az első 5-be se fogunk bekerülni. Aztán nem, hogy az első 5-be, de mindjárt a dobogó legfelső fokára kerültek a fiúk. Erzsébet, Szent Erzsébetről szóló könyvet és egy sportkönyvet. Aztán kaptunk stresszlabdát, övet és mindenféle egyébet. A lányok a 3. helyen végeztek a versenyen, így ők is értékes ajándékokkal térhettek haza. Mi egy fényképezőgépet nyertünk, és egy 4 éjszakás 5 napos nyaralás Szánkára, és egy izgalmas kincskereső túrát Budapestre, ahova valószínűleg az osztállyal fogunk évvégén elmenni. Az utolsó ajándék ugyanis közös, a túrát a fiúk is megnyerték. A feladatok nem voltak egyszerűek, sokszínűségük miatt. Az elmélet mellett a fiatalok plakátokat is készítettek, amelyek most már a falat is díszítik. Az első feladat olyan volt, hogy a színdarabunkat kellett előadni, amit Huszár Gállal készítettünk, és különböző jelmezekben voltunk, amit mindenféle különböző egyesületektől, néptáncosoktól szereztünk. A második feladat volt a ilyen villámkérdések, amit nagyon jól tudtunk, mert ezt nagyon begyakoroltuk a tanárnőnkkel. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Ahol az egész verseny játszódott, ott arrébb süteményeket és egyéb ilyen apró falatokat lehetett találni. Nagyon sok mindent tanulhattunk, hiszen olyan kérdések voltak, amiket felhasználhatunk a jövő során. A versenyt hosszas előkészület előzte meg. Nagyon kemény munka volt, mert nem volt egész 3 hetünk arra, hogy felkészüljünk a versenyre. Megadták előre, hogy mi az, amiből fel kell készülniük. Nagyon komoly anyagot kaptunk, tehát különböző történelmi filmeket kellett megnézni. A diákok hosszabb élménybeszámolóját április 30-án a Kicsengetés című műsorunkban megtekinthetik.